Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy ifjú és kegyetlen szultán, s annak egy könyörtelen asszonya. Ebben a párban a harag és a hatalomvágy óriási volt. Könyörtelen uralkodók hírében álltak, akik mohón egyre többet s többet akartak, s ezért megtettek volna bármit. Ők voltak a megtestesült gonoszság. Erre három ifrit is felfigyelt. E három ifrit ajánlatot tett hát a szultánnak s asszonyának. Elkészítenek egy-egy álarcot, mely felruházza őket hármuk erejével, ezáltal erősebbé, kegyetlenebbé és szerencsésebbé téve őket. Viszont, ha méltatlanná válnak az álarc viselésére, attól a pillanattól kezdve gyötrelmes kínokat kell átélniük, s haláluk után lelkük örökké lángokban fog égni. A szultán s neje beleegyezett. Az állat segítségével ők lettek a valahaért legnagyobb és legkegyetlenebb harcosok, birodalmuk pedig hatalmasabb és erősebb volt, mint előtte bármely szultáné. Királyságokat pusztítottak el, ember milliókat állítottak szolgasorba, s örömüket mások szenvedésében lelték. Hosszú évek teltek el a zsarnokok uralma alatt, még egyszer különös dolog történt. A sors megáldotta őket egy gyermekkel. A gyermek kioltotta a gyűlölet lángjait, s egyúttal szikrát adott szívükben a szeretet tüzének. A gonoszság s a kegyetlenség lassan eltűnt az életükből, ám az ifritek emlékeztek az alkura. Úgy látták, többé nem méltók az állarcok viseléséhez, s megfosztották őket erejüktől, szerencséjüktől, s gyötrelmes kínokat éltek át napról napra egyre többet. A szultán próbálta elpusztítani a maszkokat, de hiába. Azok nem semmisültek meg. Asszonya azt remélte, ha elküldi az állarcokat messzi földre, akkor az ifritek átka is véget ér. Az állarc messzi földre került, hol sokan nem ismerték a maszk mögötti legendát, mások pedig azt hitték, ostoba mendemonda az egész. Tudatlanok és hitetlenek adták tovább egymásnak kézről kézre, hosszú évszázadokon át. A három ifrit két állarca pedig várja, hogy végre megtalálja valaki, aki méltó a viselésükre. De a maszkoknak nem kell tovább várnia, mert megtalálta az, aki bárkinél méltóbb arra, hogy az ifritek erejét magáévá tegye. Ez pedig a nagyúr és hűtársa, Kenzo.